Jó estét kívánok, ez itt a Hírvita, és ma megpróbáljuk kideríteni, hogy hogyan zsugáznak a politikusok. Arra gondolok, hogy akkor, amikor mondjuk az egyik párt, vagy az egyik tömörülés előhozza a szoborparkot, akkor arra jó válasz-e az ellenkártya-e Paks, illetve a Paksra jó kártya-e az Öszöd, és így tovább, tehát hogy akkor ez egy ilyen kártyaparti-e, és hogy ebben a partiban, ahogy az előbb utaltunk rá, akkor hogyan játszik az ellenzék, és hogyan játszik a kormány koalíció, és visszafelé fogunk haladni. Én az előbb már a fórumban említettem, most itt is megkockáztatom, én elneveztem ezt az öszödi bumerángnak, ami történik ma Magyarországon, mert minthogyha elhajította volna most a nyilvánosságra hozatallal az adatok, a vizsgálatok nyilvánosságra hozatalával ezt a bumerángot a Fidesz, de nem biztos, hogy így látja Hont András, tehát hogy mintha ez rájuk csapódna vissza, én így érzékelem. Jó estét kívánok, hát ezt nem tudom. Nem hiszem, hogy különösebben ez a szimpátiában, párpreferenciákban olyan nagy változást előidézne. Egyik oldalon sem, nem ettől lényeges. Mert ugye ez nem számít fontos ügynek, nem azért vette elő a koalíció, illetve a belügyminisztérium ezt az összedik kártyát, a vizsgálatot azért hozták nyilvánosságra, mert azt gondolták, hogy ezzel valamit lehet még javítani a pozíciójukon? Hát az, hogy ki mit gondol, amikor valamilyen politikai cselekedetbe kezd, és hogy aztán ez hogy sül el, ez két külön dolog. De 8 éve történt eseményről beszélünk, ráadásul olyanról, amelyik meglehetősen nagy vihart keltett, amelyről azt gondolom, hogy a politizáló közvéleménynek kiérlelt véleménye van, vagy az egyik, vagy a másik oldalról. Valami egészen radikális dolog kéne ahhoz, hogy ezek a vélemények megváltozzanak. A legfeljebb arra jó, hogy a meglévő előítéletekben vagy ítéletekben megerősödjenek a felek. Én ezt nem így látom. Pontosan tudtuk, hogy az összedi hangfelvétel a választási kampányban elő fog jönni. Persze, hogy előjön. Ha nem látnánk az országot teleplakátozva azokkal a CÖFF-nek álcázott fideszes plakátokkal, amelyek Gyurcsányt, Bajnait és az éppen aktuális MSZP-s, lebukott MSZP-s politikust mutatják, akkor gondolhatnánk azt, hogy ez nem fontos, de ez a plakátkampány is azt mutatja, hogy a Fidesz azzal akarja bebiztosítani a választási győzelmét, hogy a vele szemben álló politikusoknak a diabolizálását, ördökként való feltüntetését folyamatosan napirenden tartja. Ez megerősíti az elszántságunkban azokat a Fidesz híveket, akiknek ez fontos, különösen azokat, akik beesett meg egy pillanatban meginognának, hogy tényleg az-e az érdekük, hogy azt csinálják az országgal továbbra is, mint az elmúlt 4 évben. Ha kellőképpen előtérbe van állítva a Gyurcsány, Bajnai és társaik összes állítólagos galátsága, akkor őket ezzel meg lehet erősíteni, és azokat, akik... Akkor most mivel vitatkozol, ezt mondtam. Nem. Te azt mondod, hogy ennek nincs jelentősége. Én meg azt mondom, hogy ezzel egyrészt meg lehet erősíteni a Fidesz híveket, az esetleg elbitangolni készülő Fidesz híveket abban, hogy maradjanak Fidesz szavazók. Emlékeztetni lehet azokat a ma bizonytalan, de értékrendjük alapján esetleg a jelenlegi demokratikus összefogása, szavazni kész embereket, hogy vigyázzatok, nehogy oda szavazzatok, mert akkor ugyanaz jön vissza. Tehát erre szolgál de ez a kampány. Nem azt mondtam, akkor elnézést, akkor félreérthető voltam, bumeráng hatásra mondtam, hogy nem hinném, hogy radikális változásokat idézne elő pártok támogatottságában, pont azt mondtam, hogy megerősít mindenkit abban, te meg azt mondod, akkor ezek szerint itt a vitánk, hogy csak az egyik felet erősíti meg, a másikat meg elbizonytalanítja, de semmiképpen sem bumeráng akkor szerinted. Annyiban lehet bumeráng. Bocsánat, csak ugye az Andrásnak volt korábban egy cikke azzal kapcsolatban, hogy azért itt a lehetőségeihez képest alul teljesít az ellenzék. Tehát itt lenne dolga keményebb, és ehhez képest, mint hogyha nem áll. Én szerintem nincsen ellenzék, de ez egy ez ugyanaz másik, a mondás, csak egy kicsit élesebben.
másik műsor témája nincsen. Orbán Viktor ezen a választáson soha nem indulna el. Abszolút jogosan egyébként felsorolná mindazokat a fogyatékosságokat, amelyeket ezt a ceremóniát nem teszik választássá. Az más kérdés, hogy aztán erre való hivatkozással bevezetne egy olyan szisztémát, ami hatszor agyafurtabban az ő érdekeit szolgálná. Ez így történik, de ő tudná, hogy mi az adekvát válasz egy politikai helyzetre. Ja, értem, kapcsoltam, tehát hogy a mondás az az, hogy az ellenzék egyetlen egy esetben cselekedne helyesen, ahol mert feltételezzük, hogy Orbán Viktor a helyes cselekvésnek a letéteményese, hogyha nem indulna el. De hát, hogy arra utalt, azért nem értettem a mondást, tehát, hogy a jó fej nem indulna el, mint például Orbán Viktor. Ez lenne a politikusi magatartás ahhoz, hogy a nemzeti együttműködés rendszere fennmaradjon, és akkor egy mondat erejéig majd kanyarodjunk. Ne egy mondat erejéig, alapvetően maradjunk összötnél, de itt ebben a gondolatmenetben is kanyarodjunk vissza összöthöz. Ahhoz, hogy a nemzeti együttműködés torz rendszere fennmaradjon, ahhoz egyenlőre ebben a régióban a kormánynak, parlamentre, vagy a kormánytöbbségnek, vagy a Fidesznek ebben a régióban parlamentre és ellenzékre szüksége van, mégpedig olyan ellenzékre, amelyben kívülről is látható komoly erők vesznek részt, és ezek nem csupán szélső jobboldaliak. Enélkül, a másik hajó meg nincsen, azért, mert egy vonat megy a szakadékba, és azt mondjuk, hogy ott kellett volna váltót állítani, attól még nem állok be a gázkazánt, vagy a kazánt fűteni a vonaton. De ez a zárójel, az összed az, hogy kerül ide, úgyhogy még mielőtt a Tamás elmondaná, akkor egyetértőleg vele elmondom, hogy amit az Alkotmányvédelmi Hivatal ebben a történetben csinál, az számomra is minden kétséget kizáróan botrányos. Tehát egy élesedő politikai helyzetben, már pedig ezt az általam ugyan választásnak nem tartott, de általatok, hiszen indulsz rajta, választásnak nevezett körtáncban való részvételt nevezhetjük ennek. Nyilvánvalóan a politikai viszonyok befolyásolásával teljesen ellenőrizhetetlen módon kitakart neveket, tehát az, hogy ki van kitakarva és ki nincsen, dobnak be. Ez sok mindenre jó, csak arra nem, hogy a Magyarország lakóit a saját nemzetbiztonságuk szakszerűségében, elfogulatlanságában, és úgy általában a biztonságérzetükben megerősítse. Ez egy ilyen rendszer. Rendszer momentán, erre nem az a megoldás, hogy úgy csinálok, minthogyha egyébként normális viszonyok uralkodnának. Hogy is mondjam, én nagy híve vagyok Fekete Afrikának, tehát nem ezért fogom mondani. Tényleg nagyon szeretem, amikor módon van rá, vagy módon volt rá, de ilyet fekete afrikai diktatúrák szoktak bevetni, hogy a saját titkos szolgálatukat a politikai mérkőzésben felhasználják. Ugyanis, hogyha ezzel megpróbálkoznak a nyugati civilizációi politikusai, akkor két héten belül szoktak megbukni. Ezzel egyetértek, még fekete Afrika és a nyugati civilizáció között még vannak országok, ahol szintén hasonló csínyeket követnek el, de amit én mondani, én igazából úgy látom, hogy ebben a kérdésben nincs köztünk vita, nincs. Ennek örülök. Én azért azt gondolom, hogy ha a Fidesz nem tekinteni ellenzéknek a mai ellenzéket, akkor nem lett volna szüksége arra, hogy átalakítsa a választási rendszert a maga javára. Akkor nem importálna mondjuk 100-200 ezer elkötelezett Fidesz szavazót a határon túlról, akkor azt nem akar... Azért várjuk meg, hogy mennyire lesz az elkötelezett Fidesz szavazó. Azok kérték az állampolgárságot, és azok jönnek, azok fognak szavazni, bocsánatot akik kérek, de nagyjából ebbe az irányba elkötelezett. De nem, éppen, hogy megerősíted, amit mond. Nem. Hiszen mondom, azért nem kell elindulni a választáson, mert meglépte ezeket a Fidesz. Tehát, hogy csak hogy tudjad, hogy azt mondom, erősíted, amit nem, ő mond. Nem. Én azt állítom, hogy minden gyarlósága és szerencsétlensége mellett is, amelyik az úgynevezett összefogásban összefogó demokratikus pártokat ma jellemzik. A Fidesz tart tőlük, mert ha nem tartana, akkor nem csinálná ezeket a stikliket az egész választási rendszer meg a médiában. Azért csinálja ezeket, hogy a maga elmozdíthatatlanságát fölépítse. Kérdezhetek valamit? Hogyne, persze. Egy történelmi analógiát? Amikor Népfront választáson indulni próbáltatok. Igen. Abban az esetben te úgy láttad, hogy a Kádár rendszer úgy reszkett tőletek, azért nem engedett, azért hozott olyan szabályokat, hogy csak és kizárólag megfelelő emberek tudjanak indulni, és biztos, hogy egyféle... Illő szerénységgel, ezt nem mondhatja, hogy
Így látta, de én mondhatom, mert ott voltam azon a választási gyűlésen, de tisztán emlékszem arra, igenis féltek. Aha. Te meg nem voltál ott. Nem voltam ez ott, egész egyszerűen életkori okokból. Ez 1985-ben volt. Abszolút azt gondolták, hát, hogy baj lehet. Ez a félelemnek egy más fokozata. Hát nem úgy féltek, mint ma félünk. Mint ahogy az Orbán rendszer tart attól, hogy esetleg megbukik. Jó, akkor az volt a skálán a hármas mondjuk, ez meg a négy ötös. És fél. Nem, a számot, a számértékeket utólag tudjuk meg. Igen. Általában, vagy utólag sem. Én azt állítom, hogy azért csinálja mindezeket a dolgokat, elsősorban a választási rendszer, amivel nyilvánvaló, hogy ezek a választások nem lesznek se tiszta választások, se tisztességes választások, ahogy ezt mondani szokták. De azért addig elszórakoztak. Van egy nagyon fontos következménye. Igen. Hogy mindenki elmondhatta az elmúlt négy évben, hogy az Orbán kormány tiszta választáson, demokratikus módon került hatalomra kétharmaddal. Ha netán megnyerné a következő választást, akkor már ezt nem lehet majd elmondani. Akkor a bekerülő ellenzéki képviselők majd le fogják tenni az alaptörvényre az esküt. Ez egy külön nagyon ebben, szépen, ez egy külön ez én nevemben nem. Te nevedben nem. Ez egy külön nagyon nehéz kérdés. Ebben egyetértek, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt a, ugye, csak egy példát nehéz mondja. Kérdés, de inkább a parlamenti fizuért, akkor inkább még ezen most, a képviselőzést. Nem neked mondom, Tamás. Jaj, de jó, hogy ezt mondtad, mert azzal kezded ezt a bizonyos HVG HU cikkedet. Melyiket? Amelyikben a, nevezzük úgy, a szászói gerontokráciát bírálod, hogy ami nem csoda, ha azt veszük, hogy az ország egyáltalán nem érdekli őket. Ezt mondod a jelenlegi ellenzéki politikusokról és az őket támogató értelmiségiekről. Így van. Na most ez az állítás szerintem abszolút nem stimmel. Abszolút nem stimmel. Nem a Fizu. Ez a, mondjuk el azért az olvasóknak, ez a elkúrjuk, elkúrjuk, el fogjuk kúrni című cikkennek. Igen, és a nézőknek is mondjuk, de... Vagy igen, nézőknek, hogy olvasók is legyenek a HVG-ból. Azt akarom mondani, hogy ez ilyen általános megállapításként nem igaz, az, hogy a képviselők, akik képviselők lesznek, hogy azok a tiszteletdíjért, meg az egyéb kedvezményekért ülnek be az országgyűlésbe, ezt így általában nem lehet mondani. Nagyon sok. Szerintem általában lehet mondani kivételekkel, és most nem azért, mert te ülsz velem szemben, Tamás, pontosan tudom, hogy téged nem ez mozgat, ettől függetlenül ugyanezt... Én föl tudom sorolni sok mindenkit a Magyarországgyűlésben, a 1990-ig visszamenőleg, akit nem ez mozgatott. Ezt én sem gondolom, hogy 1990-ig egy olyan helyzetben, és a mai képviselőjelöltek közül is fel tudok neked sorolni sokakat, mind az Együttnél, mind a DK-nál, még a Szocialista Pártban is, és folytathatnám, akik azért indulnak a választáson, és azért tesznek meg mindent azért, hogy ebből a vesztésre álló helyzetből mégiscsak megpróbáljunk nyerni, mert az ország érdekli őket. Az ország. Maxim, illúziót keltetek, de persze, mire vannak, akik tévednek. Tévedtek, Tamás. Vannak, akik tévednek, most, és vannak, akik cinikusak. Ide figyelj, két. Bocsánat, azt mondhatod, igen, hogy naívok vagyunk és tévedünk. Hát ezt is mondom. De ebből nem az következik, hogy nem érdekel bennünket az ország. Várjál, amint az előző a véleményformálókról mondtam, és vannak, akiket meg nem és érdekel. És azokat, akik szárszón meg azóta, igen, mint gerontokrácia, igen, azon fáradoztak, hogy olyan helyzetbe hozzák a demokratikus oldalt, én ezt így szerettem nevezni, mert a másikat nem tekintem demokratikusnak, ezt pedig nem csak baloldalinak gondolom. Tehát olyan helyzetbe hozzák a demokratikus oldalt, hogy egyáltalán föl tudja venni a versenyt a Fidesszel ebben a Fidesz által létrehozott választási rendszerben. Azokat az értelmiségeket sem, rájuk sem merném azt mondani, hogy őket nem érdekli az ország. Csak azért csinálták ezt, félretéve az írói, tudósi, karmesteri tevékenységüket. Pedig abból nagyon jól megélnek, és semmiféle ilyen motivum őket nem hajtja, mert az ország érdekli őket.
Van, Tamás, az egy fontos, jó, mindegy, ez egy fontos mellékszál, Tamás, ez így lesz. Ez egy főszál. De az összöthöz képest ennyiben akkor, most mellékszál, akkor hogy menjünk a... vissza az összöthöz, helyes. Menjünk vissza az összöthöz, indítsunk onnan. Az összödi beszéd arról szól, hogy az ország érdekel bennünket, és nem az, hogy az önkormányzati választáson milyen eredményt fogunk elérni. Ugye azt mondja az összödi beszéd szónoka, hogy az önkormányzati választás az a századrangú kérdés, hogy megnyerjük-e. Az összödi beszéd arról szól, hogy csináljunk egy olyan országot, amilyen, amelyik, ahol nem hazudnak ezek amelyik, után. Ahol nem hazudnak, ahol megcsinálják azokat a reformokat, amelyeket korábban elszabotáltak, hogy egy példát mondjak. Ez a Gerhard Schröder politikája, aki vállalja a választási vereséget is, de megcsinálja azokat, azokat a reformokat Németországban, amitől azóta Németország Európa legsikeresebb vezető állama. Ugyanaz a reformpolitika, mint egy Zurindáé, mint egy Balcerovics, és mondhatnám sorba azokat az embereket, akiket nem a választási siker érdekelt, hanem az, hogy abban az országban, amely ország nehéz helyzetben van, amely ország, a mi országaik, most nem Németországról beszélek, bár félig arról is, keresztül ment a szovjet rendszer szétesésének kataklizmáján, amelyik minden országban, akit ez érintett, a gazdaság kapacitás jelentős részének megsemmisüléséhez vezetett, amit a nép nem érte. És ezekben az országokban olyan reformokat csinálni, amitől ezek a reformok ismét elindulhatnak a felzárkózás. Az összödi beszéd nem csak erről szólt. Az összödi volt beszéd, ennek egy retrospektív része is. Az összödi beszéd erről szólt, arról szólt az összödi beszéd, hogy az egészségügyben, hogy az oktatásban, a felsőoktatásban mi mindent kell csinálni. Tamás, volt ennek egy visszatekintő része is. Hadd segítsek, mert nem vagyok szóhoz jutni, hogy és az, amit az András mond, az összödi beszédnek az múlttal való elszámolás része is ide tartozik, hogy a hazudtunk része is ide tartozik, hogy amire utalt az előbb, az is ide tartozik, akik jól akartak. Nekem az egész Gyurcsányi életműből, ha egyetlen pontot merevítünk ki, a legkevesebb bajom az a magával az összödi beszéddel van. Ha másért nem, akkor legalább azért, mert olyat már régen láttam, lehet, hogy soha nem is, hogy valaki megy és face to face beolvas 200 kommunistának. Ez idáig rendjén van. Csak attól nem tekinthetünk el, hogy előtte is volt egy miniszterelnök, akit úgy hívtak, hogy Gyurcsány Ferenc, és utána is volt egy miniszterelnök, helyes, akit úgy hívnak, hogy Gyurcsány helyes, Ferenc. Ha az összödi beszéd olyan kataklizmát okozott volna, ha máshol nem is, mint a szocialista pártban, abban az esetben például az általad hőn támogatott reformokat a miniszterelnök nem egyenként kapcsolja le az azt követő években, és mondjuk az általad nem tudom hány cikkben megtámogatott egészségügyi reformot nem úgy intézi el végül, hogy a tévé kamerái előtt váltja le az utolsó úgy, ahogy reformminiszterét. Én azt gondolom, hogy volt abban az indulatban, tehát ami a saját beton többségével való szembefeszülésben, volt ebben az indulatban méltányolandó, csak Tamás az a helyzet, hogy politikusok normál világban nem akkor szoktak megbukni, amikor gyermekek vérében fürdenek, hanem akkor, amikor hibáznak. Kiváló demokratikus politikusok buknak világszerte, akkor, amikor nem is kell, hogy hibázzanak, nem elég jól teljesítenek. Ehhez képest az hogy helyzet, valaki, hogy is mondjam, tényleg az obszcenitás nem áll tőlem távol, mint láttuk, tudok én hetedik kerületül fogalmazni végzél, és ott élek, de amikor egy miniszterelnök egy ilyen svunggal elmondja ezt a beszédét, majd ez kikerül, és kiderül az, hogy ezt a közvélemény nem pont úgy értékeli, mint az ő kommunikációs államtitkára. Ezt úgy hívják, hogy súlyos politikai hiba. De nem most áll elő az a helyzet, hogy megtudjuk, hogy a közvélemény miért nem úgy értékeli, mint ahogy egyébként az a beszéd, amit tartalmaz. András, azt szeretném mondani, csak egy pillanata, hogy abban a másfél év kormányzásban, ami a összödi beszéd előtt volt, és amivel ő azt mondta, hogy azt a társaságot meggyőzze, hogy nem csináltunk semmit, abban a másfél évben csinálta meg azt a nagyon jelentős újraelosztási reformot a családtámogatási rendszerben, amit azóta is támad a Fidesz. Abban a másfél évben állította helyre azt, hogy az egészségbiztosításban és nyugdíjbiztosításban minél többen fizetni kényszerüljenek, vagyis elkezdte a harcot
az adó és járulék elkerülés ellen. Abban a másfél meg évben, abban a másfél évben, ami a választások ellen az adót, amit és elkövette azt a szalvas hibát, igen, egyetértek, megmondtam, leírtam akkor is, és leírtam azóta nem tudom hányszor, hogy abban követte el azt a nagyon súlyos hibát. A következő, programot, amelyről viszont aztán már ellenzéki politikusokként azt állította, hogy... Én csak azt akarom mondani, hogy Gyurcsány Ferenc nem katasztrofális miniszterelnök volt, ahogy te írod, hanem Horn Gyula után a második legjobb miniszterelnök volt ebben a 20 évben. Tamás, nagyon-nagyon egysikúan ítélsz meg egy politikus hasonlítsd össze a többivel. Én azt gondolom, hogy... Nem a személyiségét, hanem a tevékenységét, politikus tevékenységének komplexitását. Ezzel a kormánykoalícióval ennyit kihozni a kormányzásból, mint miniszterelnök, ez egy komoly teljesítmény. Például egy kétharmados nemzeti együttműködés rendszerét. És még történt egy csomó minden más, amit a hibasorozatba tudunk venni. Mert ugye te a Gyurcsány számlájára írod kizárólagosan a kétharmadot, és nem, ha már ugye most a kiszivárogtatásról beszélünk, tehát most egyre másra derülnek ki, eddig a nyilvánosság előtt nem vállalt fideszes lépések, meg szocialista lépések is. Igen, de azt tudtad, abban nincs újság, nem tudom, hogy milyen hát újság az, van a számodra. Zoltán felajánlotta az összödi beszédet a Népszabadságnak összöd után, az például egy új információ, az is új információ, hogy az akkori miniszterelnök és az akkori kommunikációs államtitkára az egymást cáfolja egy napon belül a sajtóban. Ezek olyan dolgok, amik az én teóriámat erősítik a kiszivárgással kapcsolatban. Márpedig. Hát, ha jól értem, egyetértesz Szanyival és a Fidesszel abban, hogy maga szivárogtatta ki? Hogy is mondjam, nem jutok jelentősen más következtetésre, mint amelyet az állambiztonsági jelentések. Ennyire hülyének állambiztonsági jelentések. Hogy így a saját hátában lőtte volna. Állambiztonsági jelentések sugallnak. Figyelj ide, Tamás! Egész összödi sztori. Most tudjuk, hogy nem így volt. Kicsoda. Baj. Tehát, hogyha azt mondja a Fidesz alelnöke az ATV stúdiójában, hogy ő értesült hamarabb, mint aki szivált egy jóval a rádió. Mint a rádió, hogy ő értesült, és részt vett olyan rendezvényen. Ez egyébként ez az információ, nemzetközi hírű kalandornak az elmondásában még kiválóan passzol is, ezzel csak megerősítették. De ugye, most nem az a kérdés, hogy egy aktuális alelnök mondott valamit. De akkor nem érted jól, hogy ő mit mondott. Ő megerősítette ezzel azt a sztorit, egyébként nem tudom, hogy ez a kotyogás most a Fideszben éppen micsoda, hogy Eduardo Rózsa Flores megkapja az MSZP-től ezt a felvételt, és elcipeli a többek közt a fideszesekhez. Ez szerepel a Gerilla nevű, Fedő nevű műveleti dossziéban. Ezt mond el. Ezt Kósa Lajosnak az elmondása. Ezt nem vállalták büszkén, hogy ön aktívan részt vettek ebben a folyamatban, hogy előkészítették a szeptemberi zavargások. Hogy ellenzéki politikusnak egy ilyen felvétel a tudomására jut, hogy arra ösztökél valakit, hogy ezt vigye a sajtónak, ez önmagában nem baj. De a legfőbb gond ennek a kihegyezésénél, hogy ez a zavargásokat vagy vezet, ez egy anakronizmus. 2006 nyarán józan ésszel te sem, én sem gondolhattuk volna, mint ahogy egyébként most is jön egy üzenet, hogy egy ilyen felvétel zavargásokhoz vezet. A Fidesz felelőssége és személyesen Orbán Viktor felelőssége, ellentétben mondjuk Debreceni József könyvével, vagy nem többféle városi legendákkal, nem az, hogy tevőlegesen állnak be a székház rombolók közé, mert erről nem igen tudunk, egy fideszes politikusról tudunk, ki is zárják, hanem az, hogy addigra Magyarország egy olyan mérgezett állapotba jut, és a jobboldali törzsközönség egy olyan mérgezett állapotba jut, hogy elhiszik azt, hogy az önkény uralom ellen vonulnak most ki heroikus küzdelmet vívni. Ez a felelősség benne. A Bálványosi nyilatkozat, a jó reggelt Magyarország. Hát ezt mondom. Tehát ő, az András most azt mondja, hogy az Orbánik felelősség az, hogy előkészítették a talajt, előkészítették a légkört. Ugye ezt mondod? Ezt mondom. Ezt mondod azzal, hogy ezek ellen mindent lehet.
Ez de legalábbis sokat. Hát abban a Magyar Nemzet cikksorozatban a vízválasztó, lényegében ez volt benne. Igen, mi erről ketten beszéltünk már egymással. Más, ez, különben magánjelölőben, igen, van egy nagyon figyelemre méltó cikksorozata 2006 nyarán Orbán Viktornak. Sok mindent leír már előre. Tehát, hogy ezek a dolgok így összefüggnek, fél perc van. Én csak azt akarom mondani, hogy nem lehet, amikor azt mondod, hogy katasztrofális, már mint a Gyurcsány miniszter. Én azt mondom, hogy politikus. Nem, politikus, nem. Igen. Akkor egyszerűen nem lehet mellőzni azt a szempontot, hogy Magyarországon van olyan politikai irány, és vannak olyan politikusok, akik Magyarországot egy modern, európai, toleráns, nyugati típusú irányba viszik 90 óta, és vannak, akik az ellenkezőjét. Na jó, de ő arról beszél, de most ezt nem tudja. Fél percben nem fér bele a következő. Nem fér bele. Az, hogy van, aki ezt ügyesebben csinálja, és van, aki kevésbé ügyesen, van, aki nehezebben tud, van, aki könnyebben tudja a saját koalícióját féken tartani, mint a... Köszönöm szépen, ne haragudjatok. Van, aki meg nem, nem lehet egy ilyen minősítésnél figyelmen kívül hagyni. Köszönöm a figyelmet.